Első látásra egy rögtönzött tanári értekezletre is gondolhatnánk, amikor a könyvtárban összegyűlt pedagógusokat látjuk. Ám ettől sokkal bensőségesebb esemény miatt találkoztak a Kossuth Lajos gimnázium tanárai. Fordított szavaló versenyen vettek részt a nevelők. Az iskolai versőnnepen minden tanár egy-egy számára kedves költeményt szavalt el. Magyar nyelv és irodalomórákon, elsősorban irodalomórákon más szempontból közelítünk az alkotásokhoz, elemezzük, értelmezzük, természetesen mindig elhangzik a tanári előadása a költeményeknek, de magyar órához kötött az esetek 99%-ában. Ez a fordított versmondó verseny arra ad lehetőséget, hogy lássák azt a diákjaink, nem csak magyar tanárnak van köze a költeményeknek, hanem földrajzszakos kollégának, matematika szakos tanárnak, vagy latin nyelvet oktató tanárnak is. Az irodalmi kitárulkozás során magyar költők versei csendültek fel, de latin időmértékes verselést is hallhattak a diák zsűri tagjai. A tanulók szerint a magyar kultúra napjának méltó megünneplése volt ez az esemény. A tanári vetélkedőn pedig kiderült az is, milyen fontos helye lehet egy-egy versnek az ember életében. Azért is volt ez nagyon jó, mert így sokkal közelebbről ismerhettük meg a tanárainkat. Rájöhetünk arra, hogy mit jelent nekik egy vers, hogy milyen mély érzéseket táplál bennük. A diákok szeretnék folytatni ezt a versenyt. Áprilisban, a Magyar Költészet napjára ismét megszervezik az iskolai versünnepet.